A tavalyi volt az első országos társastánc gála Sátoraljaújhelyben, melyet a Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezett. A 2009-es év legsikeresebb koreográfiáit idén is a Latabár Színházban tekinthette meg a közönség. A Nemzeti Kulturális Alap idén is támogatta a rendezvényt, esetleg talán nem olyan mennyiségben, de ennek köszönhetően mégiscsak meg tudtuk rendezni. Ez pedig azzal jár, hogy meg tudtuk hívni azokat a legjobb csoportokat, amelyek a tavaly évben az országos fesztiválokon vagy társastánc versenyeken szerepeltek. 6 iskola jelezte, hogy részt tud venni 14 koreográfiával ezen a második országos társastánc gálán. Egy iskola ma reggel mondta éppen le, mert 4 gyerek is beteg lett, és így a szülők nem vállalták az ideutat. A megnyitóban Sziliné Csáki Emília és Szamosvölgyi Péter is azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok mennyi pozitívumot kapnak azáltal, hogy táncot tanulnak. Hozzátették, erre mindenkinek szüksége lenne. Ez ugyanúgy hozzátartozik az általános intelligenciához, mint a magyar, a földrajz, a történelem és egyéb fontos tantárgyak, tehát azt az egy tanfolyamot, azt az egy 48 órás tanfolyamot kötelező elvégezni annak érdekében, hogy otthonosan mozogjanak a parkettán, akkor elmennek egy bálba, de azt is szoktam mondani, hogy mindenkinek van az életében egy olyan fontos pillanat, amikor akár nősülés, férhezmenés és legalább azt a csárdást akkor el tudják táncolni, illetve egy magabiztos fellépést is ad a tánc. Amikor először vagy másodszor néztem, láttam föllépő csoportokat, akkor kezdtem észrevenni, hogy a gyerekek, de akár a felnőttek is, abban a pillanatban, amikor elkezdenek szerepelni, rögtön mosolyognak. És ez egészen addig, ameddig a produkciónak nincsen vége, ez a mosoly ott van az arcukon. Gondolom, néha nem könnyű mosolyogni. De azt is látni, hogy sokszor észlelhető a közönség számára is, számomra is, hogy őszinte is a mosoly. És érdemes elgondolkozni rajta, hogy mennyi lemondás, mennyi gyakorlás, mennyi sok esetben küszködés van egy-egy ilyen mosoly mögött. A Bokréta Művészeti Iskola vezetője kiemelte, a versenyek mellett szükség van ilyen gálákra is, mert a táncosoknak az igazi fizetség a nézőtéren elhangzó taps. Talán ők még talán jobb felhőtlenül jönnek a táncpróbákra, és gyakorolnak, és csinálják, teszik a dolgukat, és felszabadultan táncolnak. Tehát bennük még megvan a gyermeki, a fiatalkori öröm, és nem azt látják, hogy milyen nehéz helyzetben van sajnos a művészetoktatás. A másfél órás gála a táncok színes palettáját tárta a közönség elé. A keringő és a tangó épp úgy helyet kapott a színpadon, mint a csacsacsa, a szamba vagy a jive.